A Szent István művelődési házban az Aranybulla emlékéhez kapcsolódóan folytatódott a Történelem dalban elbeszélve programsorozat. Az immáron hatodik és egyben záró koncert vendége a Muzika Historika együttes volt. A zenekar az Aranybulla kora a 12.-13. század zenéjével tette teljessé az évfordulót. A Történelem dalban elbeszélve rendezvénysorozat hatodik alkalommal és egyben záró rendezvényén vagyunk. Most ugye az Aranybulla, illetve az Árpádházi királyok kora, tehát az 12.-13. századbeli dallamok csendülnek fel a Muzika Historika együttesének együttes részvételével. A programsorozat koncertjei a történelem mélységét ötvözve a népi és templomi liturgiával és hiteles megfogalmazással tárták elénk a hagyományok rendjét, tanúságtételként arról, hogyan épül belőlünk újjá, miként válik általunk elevenné egy az időtől és helytől független tartalom. Ma, amikor annyira fontosnak tartjuk, hogy legyen a következő generációknak is valamiféle nemzeti öntudata, akkor a történelemre, a történelem ismeretére nagy hangsúlyt fektethetünk. Ugyanakkor azt látom, hogy a gyerekek pont, hogy nem szívesen magolnak, és a száraz tények helyett inkább személyes kötődést szeretnének kialakítani. Nos, a dalban elbeszélt történelem erre alkalmas. A Muzika Historika azokat a 12.-13. század dalait válogatta csokorba, amelyek a kor megformált dalaival, a történésekre komponált művekkel hozzák közelebb a múltat. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy másik zenekar tagjaként is részt vehettem már a sorozatban, a Carmina Danubiana tagjaként, úgyhogy láttam, hogy mennyire lelkes és figyelmes a közönség. Ez nem is meglepő, hiszen Fehérvár élen jár abban, hogy a történelmet és a történelmi ismereteket, ez nagyon fontos, mert a történelem amúgy is körülvesz minket, mert az olyan, hogy abból nem lehet kiugrani, de a történelmi ismereteket napi szinten segít fenntartani minden korosztály számára. A Csóri Sándor alapáltal támogatott rendezvény megerősítette, hogy a bensőséges hangulatú történelmi dalestek hozadéka nem lehet más, mint hogy ismét megerősítést kaphatsunk arról, hogy a gyökerekben leledző történetek megőrzése a 21. században is kulcskérdés.